Jelen pillanatban Mátranovák határában vagyunk, tulajdonképpen a falu szélén, a Faluhely Major nevezetű területen, maga a Majort körbevevő 50 hektáros területen gazdálkodunk. 1996-ban vettük meg a területet, azóta juhtenyésztéssel foglalkozunk itt korábban. Ugye én állattenyésztő révén mindig kapcsolatban voltam a juhászattal. Juhászati ágazatvezetőként dolgoztam korábban a helyi szövetkezetben és törzskönyvi felügyelőként több munkahelyen. Új Tóza István vagyok, Nekézsenyi lakos. Gazdálkodásom kezdete több mint 30 év. 85 hektáron gazdálkodom, meg ezen felül még bérelt legelőim vannak. Az állatállomány az 300 körüli anyalétszám, plusz a növendék, ez változó attól függ, hogy mikor mennyi pótlást igényel az állomány. A hústípusú kosokkal próbáltam átkeresztezni, és most már Île-de-France kosok vannak a tenyészetben. Ezen a területen mindig volt juhtartás, tehát ez mióta én emlékszem rá folyamatosan. Korábban merino állománnyal foglalkoztunk, jelen pillanatban őshonos juhokat tartunk. Én magam magyar juhot, vagy köznyelven hortobágyi rackát, Dávid fiam pedig gyémesi rackát, ami erdélyi származású juh tulajdonképpen. A családi gazdaság a miénk, a fiammal, lányommal, feleségemmel együtt gazdálkodunk. Amikor megjelent a farkas, amivel személyesen is találkoztunk, még a fiam kicsi volt és Nagyvisnyó határában, amikor mentünk a terepjáróval, az úton jött velünk szembe, tulajdonképpen visszaköltözött a farkas is a környékünkre, vagy a Bükk hegységbe. Ahol egy van, ott több is előfordul, meg ha több van, akkor azok elkezdenek szaporodni. Nem biztos, hogy csak a vadakat fogják levadászni, hanem előfordulhat az is, hogy a házi állatok, vagy éppenséggel a gazdasági állatok köréből is, mivel könnyebb préda, ha nincs védve, betörnek a telepekre, vagy a tanyákra. Ennek érdekében az erdélyi példát figyelembe véve, meg tanulmányozva elkezdtem én is védekezni. A nagykutyáknak a beszerzése volt az első lépés. Közép-ázsiai kutyákat neveltem, meg tanítottam a nyáj közelében, meg a tanya őrzésére. Más juhászatokban is látjuk, hogy a legelő kerteket alakítja most már ki mindenki általában az ember hiány, tehát a dolgozó hiány miatt. Nincs már juhász, illetve akik voltak, azok már kiöregedtek teljesen, és kihaltak a szakmából. Ugye villanypásztoros rendszert is alkalmaztunk, de van pontosan 1,7 kilométernyi vadhálós, 120 cm magas vadhálós fix kerítésünk is, amit nagyon megbántunk, hogy elkészítettünk. Ugyanis előfordult, hogy kóborkutyák bejöttek a kerítésen, és nem a villanypásztor felőli oldal jöttek, hanem a fix kerítés oldaláról, még akkor is, ha alul villanypásztor szál futott, akkor is megtalálta azt a részt vagy lehetőséget, amit bejön. És tulajdonképpen a hajszába a lepattanók, akik a kerítésről visszaestek, azok estek áldozatul. Tehát most ott tartunk, hogy ami még van kerítésünk, azt úgy védjük be villanypásztorral, hogy a villanypásztorral megerősítve fogjuk a fix kerítés oldalt is tulajdonképpen üzemeltetni. Most a kora tavasszal ezek a nagy testű kutyák a kerítésen belül erőteljesen, agresszíven támadtak, akkor nagy valószínűséggel próbálkozhattak a farkasok, mert nem egy lehetett. Nagyon okos állat. Oda tör be olyan helyekre, ahol kicsi a veszély, tehát tulajdonképpen kicsi a sérülése, ahol már több kutya ugat meg több kutya védelmezi a telepet, ott meggondolja többször is. Őrizzük a nyájat, megpróbálunk villanypásztorral védekezni. A Nemzeti Park igazgatósága által kaptunk egy komoly segítséget. Természetvédelmi őr hívta fel rá a figyelmemet, hogy van ilyen lehetőség. Abban a körzetben gazdálkodunk, ahol ez az esélye fennáll
ezeknek a nagy ragadozókkal való találkozásnak. Jelentős mennyiségű villanypásztor tartozékokhoz jutottunk. Ennek a villanypásztorral bekerített résznek nagyon nagy előnyét élvezzük. Még télen is, amikor ott alakítjuk ki az ablakolást, addig nyugodtan vagyunk bent, tudunk almozni, takarmányozni, míg az állatok ebbe a villanypásztor, körbekerített villanypásztoros részbe megeszik az ablakjukat, és utána meg, ha jó idő van, akkor még napközben többet is kint lehetnek. A rugalmassága rendkívül jó, hogy van. És ez nem a farkas szempontjából jó, hanem a csülkösvad szempontjából. Óhatatlan, hogy ne próbálkozzon. Egy ideig, majd utána leszokik róla, így ahogy lehet látni most is, hogy a korábbi váltók megtorpannak a kerítésnél. Mi azt mondjuk most jelen pillanatban, hogy ettől okosabbat még nem tudtunk kitalálni. A mi emberi eszünkkel azt mondhatjuk, hogy talán ez meggátolja abba, hogy próbálkozzon. Nem abba, hogy bejöjjön, hanem hogy próbálkozzon. Hiába termelünk mi ennyi meg annyi bárányt, hiába állítunk elő legjobb minőséget, ha az nincs biztonságban. Ezért ugye arra lenne szükség, hogy ezeket a költségeknek javarészét átvállalja az állam, ha az államnak szüksége van a nagy ragadozóra.